Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Drága Jézusunk, eljöttünk hozzád, hogy az irgalmasság órájában, kívánságod szerint, amikor halljuk, hogy hármat üt az óra, a te irgalmadban elmerülve, téged engeszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Kezdjük az irgalmasság rózsafűzérével. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánljuk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánljuk neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Irgalmazz nekünk Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánljuk neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánljuk neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Amen.
Jézus egy beteget meggyógyít leprájából. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte. Ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki. Akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá. Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyság. Ő azonban, alig hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba. Inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Áldunk téged, Krisztus! La 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 la
Urunk Jézus, a mai napon szeretnénk a figyelmet fordítani azokra, akik munkát adnak az embereknek. Azoknak a merész gyermekeidnek szeretnénk szentelni ma a figyelmet, akik vállalják azt a nagy felelősséget, hogy fölvesznek másokat, fölkérnek munkára, és biztosítják nekik a megélhetést. Családok életeiről gondoskodnak. A te kegyelmedből áldásos munkájukat kíséri az a sok boldog család, az a sok boldog perc, amit együtt tölthetnek, és nyugalomban, biztonságban tudhatják magukat, ha jó munkáltatójuk van. Olyan, akiről tudják, hogy gondjukat viseli, aki rólad vesz példát, mint gondviselő teremtő Istenről. És ezt a példát neked ajánlva, kitartással és szeretettel, óriási felelősséggel viszi a vállán, és azokat a talentumokat, amelyeket rábíztál, nem elássa, nem üldögél rajta, hanem bátor szívvel fölhasználja és gyarapítja a világban a jót. A mai evangéliumban hallunk Jézus olyan munkálkodásáról, a te munkálkodásodról, Uram Jézus, amikor megesik a szíved egy leprás betege, és végzed a munkádat. És azt mondod az ő kérésére, aki megvallja előtted hitedet, és azt mondja, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ez nagy bizonysága annak, hogy ez az ember bízik, hisz benned, és tudja, hogy te képes vagy őt megmenteni. Számtalan eset van, amikor az emberek, akik munkát keresnek, olyan munkáltatókat találnak, akikről hiszik, tudják, hogy ők képesek munkát adni. Képesek az életüket megmenteni azzal, hogy munkát adnak nekik. Urunk Jézus, neked megesett a szíved ezen a betegen is. Azt mondtad, akarom, tisztulj meg. Erre meg is gyógyult az is. Nem igazán tudta béka alá rejteni, bár te most munkát adtál neki. És arra kérted, hogy ne beszéljen erről. Hogy ezt a túláradó érzelmet, azt a hálát próbálja meg Istennek odaadni, hogy megmutatni a papoknak, és megtartani a törvényt, amit te, Teremtő Istenünk, előírtál a népnek. Mutassa meg magát a papoknak, és hallgasson. Nem akartál előtérbe kerülni, celebbé válni. De ezt a munkát valahogy rosszul végezte el ez a leprás. Túláradó örömében nem tudta tartani a titkot, hogy ő meggyógyult, hogy megmenekült, és hirdette mindenfelé. Ezért, Uram Jézus, te arra kényszerültél, hogy elvonulj az emberek elől, mert tömegesen kezdtek téged követni. Próbáljuk meg szavainkat megválogatni, és a kellő időben beszélni és hallgatni. És próbáljuk meg a talentumainkat használni munkával arra, amire te
teremtetted, adtad ezt nekünk. A megbízatást tőled elvégezni. A mai világban nagyon sok ember gondolkodik azon, hogy esetleg ő is belevág valamilyen vállalkozásba, és esetleg másoknak munkát ad. De a régebbi világban ez teljesen természetes volt, hogy az emberek dolgoztak reggeltől estig. Eszükbe sem jutott, hogy lábukat lógatva esetleg tölthetik az életüket. Mert ha nem mentek ki a földekre dolgozni, akkor tudták, hogy nem lesz kenyerük. Ha az uraknak nem dolgozták le a napjukat, akkor tudták, hogy nem lesz jutalmuk, és nem élnek meg. Mai világban ez nem így van. Túlságosan elkényelmesedtünk, és sok mindenben azt gondoljuk, hogy megvárhatjuk, hogy munkáltatóink intézkedjenek. Megvárhatjuk, hogy a világ gondoskodjék róluk. Egyszer egy nagymama, aki egész életét a földeken töltött és sokat kapált, az unokájával beszélgetett. És ez az unokája összegyűjtötte nagymama okos mondásait. Minden problémára, a világ nagy gondjaira. Ez a bölcs nagymama orvosságként kapálást javasolta. Amikor a tobzódásunkban emberek, a te teremtett embereid, vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy ők fiúk-e vagy lányok, az identitásukat is összezavarja, az a nagy kényelem, amiben vannak, erre a nagymama azt mondta, ha végigkapálna egy nyarat, biztos nem lenne ereje, hogy gondolkodjon azon, hogy ő most fiú-e vagy lány, hanem haszna lenne a munkájának is, észhez térne. Ugyanezt mondta a bűnözésre is. Akik nem találják meg a munkáltatókat, és nem találják meg a helyüket az életben, és inkább lopnak, csalnak, és másoktól veszik el a nehezen megszerzett életfeltételeikhez szükséges dolgokat. Nagymama azoknak is ezt mondta, hogy ha elmennének kapálni, hogy a szomszédtyúkját lopkodják a helyet, nekik is jutna tyúk. Milyen igaza volt? A sok celebre, akik abból akarják az életüket boldogabbra fordítani, hogy kiteszik a világ elé hétköznapi életüket. Azt mondta a nagymama. Hát ahelyett, hogy itt azt nézegetjük, hogy hogy üldögélnek a medencében, és hogy egymással hogy veszekednek, elmennének kapálni, sokkal jobb soruk lenne. 3 hét uborkaszedés, már sokat javítana az ő lelki állapotukon is. Az valóságos világ lenne. Vagy akik a számítógép függőségében töltik a napjaikat, és nem tudnak elszakadni a billentyűzettől. A nagymama már is csak azt mondta, hogy hajnali 1:30-ig nyomkodta a gombokat. Ha másnap hajnal 5-re kapálni kéne mennie, már 8:30-kor lefeküdni, aludni biztosan. Sok mindenre megoldás valóban a munka. A testünk díszítéseire is olyan nagy sokat fordítanak emberek, tetováltatnak ezt azt magukra. Miközben a nagymama azt mondja, mi időnkben fiataloknak nem volt ám arra idejük, hogy mindenféle kürtöket dugdossanak a fülükbe, hogy azzal tágítsák a lukat rajta, hanem
A földeken elmentünk dolgozni, és örültünk, hogyha a sor végén érve egymással szót tudtunk váltani, vagy egy pohár vizet inni. És boldogok voltunk, mert elvégeztük a munkánkat. Aztán hazamentünk, és tisztesség és ruhába fölöltözködve elmentünk az Isten házába. Mindenféle problémára ez a nagymama a munkát hozta elő. És tudjuk nagyon jól, hogy a legnagyobb lelki válságban élő embereknek is, azokban az intézményekben, ahol őket gyógyítják, munkaterápiával érik el a legjobb eredményt. Ezért, Uram Jézus, hálás szívvel köszönöm meg neked mindazokat, akik munkáltatóként vállalják, hogy megszervezik, és belefektetik az erejüket, talentumaikat abba, hogy munkája legyen az embereknek, amiből megélhetnek. Mert a becsületes, tisztességes munkával egészen biztosan a Te utadat fogjuk járni, Uram. Egészen biztosan felszínre kerülnek a Te terveid, ami talentumaik által. És egy szép egészé alakulhat ki az a világ, amelyet Te ránk bíztál. Az irgalmasság órájában arra kérlek, Uram Jézus, hogy adj nekünk jó munkáltatókat, bátor szívű embereket, kitartással és a Te oltalmaddal, veled közös munkával a világot is megmentsük. Azoknak pedig, akik hátat fordítanak a talentumok megélésének, adj bűnbánó szíved, és magunknak is, hogyha elbukunk, engedd, hogy vissza tudjunk térni hozzá. Látom, éppen indultál.
ima szándékaink következnek. Hálálatok, mennyei atyám, hogy van munkám, hogy az egyház szolgálatában dolgozhatok, és hogy nagyon szerethetem a munkámat. Ezért irgalmas szeretetbe ajánlom a papokat, szerzeteseket, plebániai vezetőket, munkaadókat, igazgatókat, vállalkozókat, akik felelős beosztást vállalnak, és kérem a bölcsesség kegyelmét számukra, és sok jó közösséget építő, erős társad számukra, akikkel a te akaratodban tudják építeni Isten országát, még a pénzvilágában is. Kérlek, hallgass meg! Szeretném kérni tőled, hogy a felelősség terhe mellett is, akik más emberért felelősek, hogy az emberi méltóságot nem tudjuk adni egymásnak, azoknak, akik nehéz munkaterheit viselik, és tudjuk egymás méltóságát szeretetben őrizni a mindennapok nehézségeben. Jézusom, oltalmadba ajánlom a családokat, akik munkáltatójuktól függnek. Bizalmukat fogadd és nézd, és erősítsd meg azt a jó viszonyt, amely a munkáltatók és a családok között az ő megélhetésük záloga. A gyermeket váró édesanyákat, a gyermeket fogadó családokat, azokat az édesapákat oltalmadba ajánlom, akik eltartják a családokat, akik vállalják a rájuk bízott talentumot, gyermekeiket, amelyeket te küldtél, akiket te küldtél, Uram, ebbe a világba, hogy a te terveden dolgozhassanak. Hallgass meg, Uram, kéréseit. Uram, eléd hozom a Szent Ferenc Alapítvány sok-sok támogatóját, sok-sok vállalkozóját, aki nagyon nagy szeretettel évek hosszú során mellettünk volt és a munkánk mellett. Eléd hozom Csaba testvér nagy szorgalmát, az ő áldozatos munkáját, aki áldásával, példamutatásával vállalkozó és minden munkaadó előtt jó példaként Krisztus szolgálja. Amen. Drága Jézusunk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy ma is itt tölthettük veled ezt az időt, és az irgalmasság órájában imádkozhattunk, és hozzád ragaszkodva ezt az időt fölajánlhatjuk, ezt az imát fölajánlhatjuk, hogy hozzájáruljunk a te tervedhez. Kérlek téged, Uram Jézus, ahogy azt te ígérted, hogy a te nevedben mondott imádságokat mindig meghallgatod, és különös tekintettel az irgalmasság órájában elhangzó imákat, ígéreted szerint valóban valóra váltod, add, hogy olyat tudjunk kérni és hálát adni, úgy tudjunk veled lenni, hogy azzal a mennyei atya közös akaratát váltsuk valóra, és kéréseink az ő kéréseivel, az ő terveivel azonosak lehessenek, és így valóra válhassanak. Mindazokra kérem atyai áldásodat, akik irgalmasságból, szeretetből kiszolgáltatottak mellé álltak, és juttattak akár a fölöslegükből, akár az ők részükből, hogy jobb életük legyen. Fordítsd vissza, kérlek, Uram, minden áldozatukat, jó cselekedetüket, hogy téged felismerjenek, és a te szolgálatodban élhessenek. Amen. Amen. Engedd, Uram, hogy hordozzuk egymást, és
Áld meg minket az oltári szentségből. Hozzád ragaszkodásod legyen a világban só, jel és kovász. Küldj minket, munkásokat az aratásba. És áldj meg minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.